Szevasztok, srácok! Jó reggelt mindenkinek! Morgan Freeman. Verőfényes Morgan Freeman, vagy hogy mondjam. Szóval... A mai reggelen ezt a képet lecseréltem, mert eléggé éles a helyzet. Úgyhogy ez így live-ban változik. Nem hiszem, hogy túl sokat, de nem tudom, most úgy odaraktam, mert kezdek félni. Szóval ez van. Valószínűleg tartom, hogy a mostani trendek alapján, ami tegnap meg tegnap előtt volt, lehetséges, hogy meg lesz ma a cucc, ami elég veszedelmesnek számít. Mindegy, egy vlogot fogunk csinálni, srácok, azt tuti arról, hogy mikor lesz esedékes ennek gyakorlatilag a megünneplése, vagy hogy mondjam. Az, hogy ugrál oda-vissza, az egy természetes dolog. Az egy természetes dolog. Ennyi embernél így van, aki megy, van, aki jön, van, aki megy, van, aki jön. Egyébként erre így gyakorlatilag rátérve, tudom, hogy vannak közületek olyanok, akik ilyen, hogy mondjam, fordulópontoknál szokták nézni ezt a live subcountot, és ők tudják, hogy hogy hogyan változik ez a szám. Ezáltal tulajdonképpen sokan meg szoktak lepődni azon, hogy ugye megy le-fel, van, amikor nagyon le, van, amikor nagyon fel. Általában, amikor élőben mutatunk ilyesmit, akkor direkt leiratkoznak sokan, ne lepődjetek meg. Egyébként egy havi ilyen feliratkozó lista, vagy hogy mondjam, ahogy kinéz, csak aki nem tudja, annak mondom, rengetegen leiratkoznak egy csatornánál egy hónapba. Tehát van, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy mondjuk mit tudom én, egy hónapba feliratkoztak 13 000-en. Például, akkor valójában elképzelhető, hogy mondjuk olyan 18 000-en iratkoztak fel abban a hónapban, csak 5 000-en leiratkoztak. Ez természetes dolog, ez ilyen, úgyhogy ezt mindenki tudja, mi már jó régóta tudjuk, hogy ez így van. Látjátok most is, tehát szerintem amióta beszélek, körülbelül egy olyan 5-6-an elmentek, és nagyjából annyian jöttek is. Ez egy ilyen dolog. Ez egy ilyen dolog. Na, kiskacsa, köszi szépen a 2 hónapot. Grizzly, jó reggelt, csak most benéztem, most csak benéztem, hamarosan mennem kell, ma assessment day. Oh yeah, minha jól teljesítek, megvan az új meló. Lökjetek pozitív energiát, szükségem lesz rá, én a 500 000, meg kell legyen ma, pacsi. Grizzly, kösz szépen, haver, szurkolunk neked is. Láttam, hogy nagyon sokan készülnek vizsgára, vagy ZH-ra, vagy akármi másra, mindenkinek. More power. Igen, 5-6-an elmennek, konajaig. Hát ez igen. Na, szóval néhány szót a tegnapról, mert ahogy mondtátok, egy korszak lezárult. Igen, tegnap vége lett a Bloodborne-nak, teljesen állat volt. Köszönjük szépen a sok támogatást így a, hát lassan, nem lassan, hát olyan 3 hetes végigjátszás alatt. Nagyon klassz volt, jó sok idegbeteg pillanattal kapcsolódik hozzá, és a többi, de összességében egyébként jó volt. Köszi szépen, srácok, köszi szépen. Állatkör volt. Bloodborne-ról így összefoglalóan most nem szeretnék beszélni, hagyom még egy kicsit ülepedni a dolgot, mert úgy gondolom, hogy a túlságosan friss élmény kicsit negatívabb hozzáállást mutatna, mint ami, a teljes kép. Úgyhogy ez van. Jenny, ne sajnáljátok, ennek vége, lesz majd valami más, más gém, amiben megint jól belássuk magunkat, úgyhogy nyugi. Ebből nincs gond. Már iszom szét, szép öreget, srácok. Pisti, hát mi volt tegnap egy állat, vagy grattabosszokhoz? Kösz szépen, haver. Kösz szépen. Durva volt. Én tegnap egyébként megmondom őszintén, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon buzis dolog. Elnézést érte, de én is visszanéztem. Azért, hogy normálisan lássam a kommentekkel együtt, mert nagyon sok klassz dolgot írtatok, és... Nem tudtam elolvasni, mert nyomatni kellett, úgyhogy ez van. Csaberfej, japp, majd a Surge, meglátjuk, hogy mi lesz, ez van. Johnny Hero, 500 000, az baromi sok, ha jobban belegondol az ember, sokszor csak úgy elsiklunk ekkora számok fölött is, grat. Igazad van, Johnny. Az 500 000 rengeteg sok. Rengeteg sok. Tudod te is, tudjátok ti is, hogy... Nem nagyon szoktunk így megállni, megnézni, hogy úristen, hol tartunk, ilyesmi, csak úgy haladunk, robogunk tovább, ahogy eddig is.
ma reggel pont belegondoltam én is, hogy nagyjából mit is képvisel ez az 500 ezer feliratkozó. Johnny Vine mellett vagyok egyébként abszolút. 10 ezer is nagyon-nagyon-nagyon sok feliratkozó számban. 500 ezer nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy is mondjam, számomra is néha meglepő, nem szoktam belegondolni abba, hogy mit jelent ez a szám, vagy hogy is, mint is. Azt tudom, hogy vannak például olyan YouTube videósok külföldről, akiket nézek, és néha szokott csak eszembe jutni, hogy egyébként jóval kisebb csatornák, de nem, tehát, hogy is mondjam, nem érzem én ezt. Ez egy szám, ez egy visszaigazolás nekünk tőletek. Fontos mérföldkő szerintem, úgyhogy, de tudjátok, hogy nem szoktunk nagyon sokat lovagolni ezeken. Novopapi, kösz szépen a 3 hónapot. Itt látjátok, hogyan változnak egyébként a korszakok. Minden szám fontos, én csak azt akarom mondani. Ott van a YouTube feliratkozó szám, itt van a Twitch feliratkozó szám, minden szám ugyanolyan fontos. Ugyanolyan fontos. Igen, hallottam, hogy csúszik a Red Dead Redemption, nőjön köröm. Én is fel csösszintettem magam ezen. Proto. Srácok, hajrá nektek 500k-ját, most pár napra eltűnök, holnap programozás, holnap után szakdolgavégzés és szóbeli. Hajrá, haver, hajrá, pénteki hában leszek, abban szerintem nem leszel, de meglátjuk. Akkor kaptok majd egy ünnepi csírt, mert a vizsgákat és az 500k-t is meg kell ünnepelni. Love Jani, love Pisti, no homo. Köszönjük, Brotó, és sok sikert, haver. Indokolatlan T-Rex. Csodálatosan zivárványos, kávéközben gazdag és vizsgákban eredményes szép jó keddet minden kedves csatlakónak, botnak és modnak kívánok mindenkinek szebb, jobb és naposabb időt már a felőtlen jó kedvet és rengeteg vizsgakettest. Ma meg lesz az 500k feliratkozó YouTube-on, hashtag a végtelenbe is tovább. Woo! Ez volt aztán a csír, haver. Nagyon szépen köszi. Benny, nagyon jók vagytok, emberiek, ez a fontos. Hát Benny! Pont erre a törzsbe, vagy ebbe a fejlődési útvonalba csapott az élet. Nem tudunk nem emberiek lenni, pedig lennék csiga. Csiga. De. Csiga maszk. Tudod, az olyan. Az anyu is. Mindig vissza tud menni a házába. Mindig otthon van, tudod. De amúgy köszi, Benny, tudod. Mindig csúszik. Mobile home. Mindig csúszik, sose száraz. Mindig sose száraz. Nyomja, érted? Ha így éppen ül, érted, és fel kell nézni a polcra, hogy van-e még kávé, akkor csak így kinyomja a periszkópot. Ennyi. Ez igazom. Ennyi. Lesz, nem taposnak el, baszki. Az asztalon nyomnám. Nagyon durva lenne. Na mindegy, hagyjuk. Mindig nedves és lassan megy el. Harci nyúl. A vesén belátsz. Ha lesóznak a szopó. Igen, erről hallottam kiskoromban, de sose próbáltam ki. Túlságosan morbidnak tartottam. Ez van. Csigának lenni király. Mondja Csiga bácsi. Fuck yeah! Nagyon jók az imótok, srácok. Köszi. Micsoda? Minden 20. feliratkozott rájuk. Ja, már mint hogy az emberek közül, gondolod? Higgad, it's me. Várj csak, Damon Hun, egy pillanat, de keresem vissza. Nem találom. Minden 20. feliratkozott rájuk, ha a hétereket is beszámoljuk, simán kijön az, hogy minden 10. ismeri őket szerintem. Mármint gondolom az országról beszélsz. Igen, így nagyon nehéz elbújkálni. De ez van. Jó volt a tegnapi videó? Érdekes volt. Maradjunk annyiba a tegnapi VS videónál, hogy 2-0-nál azért már, hogy kezdtem reménykedni, nem tudom miért. A karakterválasztásom múlt, meg a game designon. Szar ezen Edderrel. Szar, nagyon gagy, burva gagyin csináltál meg a játékod, bazd meg. Az a baj, az volt a hibás. Mi ez a csiga, Jani? Most linkeltek. A Far Cry 5 kezd csináló, az mit szóltak? Nekem tetszik, ha Far Cry, azonos game mechanikák, ahogy szoktak lenni a Far Cry-ban.
Hogyha azokat kapjuk ugyanazt, amit eddig, csak egy kicsit másabb világban, én örülni fogok, én mindig élvezem a Far Cry gémeket. Én ugyanúgy szerettem a 3-at, a 4-et, a Primal kifejezetten tetszett, úgyhogy én nem aggódom. Hogyha megtartják ugyanazt az eszenciát néhány esetleg új mechanikával, akkor nekem jó lesz. Jó kis időtöltés lesz. Micsoda? Igen, Mátészka? Na majd akkor a Tekkent meglátjuk. Vernyul kérdezi, hogy Dead Space 2. Figyelj, Vernyul, erről beszéltünk tegnap pont a streamben. Mondtuk, hogy nyáron lesz majd egy kis pihi téma, úgyhogy ez mindenféleképpen szóba kerülhet. Szóba kerülhet a Dead Space 2. Ubi-szezon. Igen, Ghostron, ez egyben azt jelenti, hogy elővehetjük a Ubisoft gémek közül azokat, amikkel nem szoktunk játszani. Avantgarde-omra, jó reggelt, Pisti, mostanában veszek új gépet sok év után, és az lenne a kérdésem, hogy a DS játékokhoz jó az EGR plusz billentyűzet, hogy mindenképp érdemes beruházni kontrollára. Elvileg van DS1-hez mouse fix mod, de én nagyon kételkedem benne, köszi. Avantgarde-omra, ez egy nagyon élces, kisarkított része a világnak. Próbálom úgy megfogalmazni, ahogy csak tudom. Abszolút preferencia kérdése. Lehet billentyűzet EGR-rel játszani a Dark Souls játékokat. Az embereknek egy kisebb százaléka játsza így, főleg PvP-ben van, aki direkt billentyűegerrel játszik bizonyos okokból. Én azt mondom, hogy szerintem egy fokkal intuitívabb és testhez állóbb kontrollerre játszani ezt a játékot, mert alapvetően kontrollerre szánták a gémet, de lehet játszani billentyűegerrel mindegyiket, és aki azzal játszott a végig, az azt mondja, hogy úgy a jobb. Úgyhogy én megértem. Közben QSS, kösz szépen az 5 hónapot! Genok! Sziasztok, fiú! Végre sikerült elkapnom a live-ot. Mostanában a Bloodborne streameket néztem vissza, és folyamatosan orrítozok a gép előtt. Gyerünk, Pisti, ez az! A családok napi 10-szer jönnek be megkérdezni, hogy minden rendben van-e velem. Genok, nagyon örülök, sajnos vége lett, de remélem, hogy meg lesz. Akvila, ajánlom Janinek a következő játékot, What Remains of Edith Finch. Igen, mondtuk már, hogy fog vele játszani Jani, azt is tudjuk, hogy nem annyira, tehát viszonylag hamar feldolgozható játék. Ismerjük, figyeltük végig gyakorlatilag, amíg a fejlesztési folyamatban végigment, úgyhogy mindenféleképpen fog vele Jani játszani, amiatt ne féljetek. Ó, srácok, egy fontos information. Na. A webshoppal kapcsolatban. Na. Mert az most eszembe jutott, és változások lesznek a webshoppal kapcsolatban. Nem véletlenül volt, úgymond, ez a kicsit ilyen download a webshopon, hogy nem voltak elérhetőek a termékek. Blablabla. Hamarosan lesznek új termékek. Pici hype. Lesz bögre. Figyelünk. Okés? Lesz happy hour bögre. Nem kell félni. Lesznek elképzelhető újabb termékek is, erre is figyelünk. Az a lényeg, hogy a háttérmunka, ami a webshop mögött áll, most megváltozik, úgymond mondhatom, hogy a mi nyomásunkra is, illetve a ti nyomásatokra is megváltozik, mert nem volt úgy jó, ahogy. Úgyhogy most egy másik konstrukcióban fog működni, és a külföldi kiszállítás is működni fog. Így. És lesz egérpad is, és lesz minden is. Mi a pillanat? Na, szóval ez van. De működni fog a kiszállítás. Villa, nem tudom mikortól. Szerintem június. Júniustól. Igen. Szerintem június elejétől. Már van Rudolf Szucs egérpadunk, már többen rendeltek is, több mindenkinek már van is. Csak ideig most nem volt, és most majd lesz. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy az a lényeg, hogy a külföldi kiszállítás működni fog elvileg bárhová. Bárhová. Látom, hogy kérdezed, I1, hogy melyik régióban bárhová. Ja. Világ. Ugye most már működni fog, mert a faszki volt. Norbi! Lehet rendelni, ettől függetlenül, csak most többet kell majd várni. Többet kell majd most várni, de... Rátállunk. Na mindegy, elvileg június elejétől állunk át, az még 7 nap. 8. 7. Úgyhogy addig ki lehet bírni. Érted?
Úgyhogy na, ennyi. Tehát ezt meg akartam mindenképp osztani, mert tudom, hogy nagyon sokan kérdezitek ezt a külföldi kiszállítást. Most már muszáj volt ez. No. Royality. Nagyon szerettem a Command & Conquer RTS-t. Én nagyon szeretem az RTS-eket alapvetően. Sajnálom, hogy ez a műfaj nagyon szép magyarul, halódik. Fúj. Ghostron, jó reggelt! Uborka szezonra gondoltam. Tudom, Ghostron, tudom, én csak így éltem az Ubival, tudod. Szóval az Ubi szezonban majd játszunk régebbi gémekkel, amikkel kapcsolatban én rettentő módon izgatott vagyok, és streamben ugye sokkal többet tudunk belerálni. Elképzelhető, hogy nem a legeslegnehezebb játékmechanikája játékokat választom, mert akkor úgy járunk, mint a Commandosszal, ami zseniális volt, de na mindegy. Már csak 71 ember. Igen, Aquila, igen, nem tudom, hogy meg lesz-e most a reggel, én nem hiszem. Láttam a Steel Division-t, igen. Jaj, figyeljetek már! Ú, ez most ilyen nagyon önző lesz, és saját célomra fogom felhasználni a Happy Hour-t, ami undorító. Van az a tököm faszúj fasz a Vietnám játék. Red... Ha, mondjad már! Mi az a... Fasz! Nem jut eszembe! Mondjad már! Vietnámba lövő! Na! Nem! Most lesz Rising Storm? Bazd meg! Nem a Red Alert! Milyen Vietnám a Red Alert, bazeg? Várjál! Mindjárt mondom! Nem, most új cucc! Új cucc! Várjatok! Nézem! Szerintem a Rising Storm... Rising Storm 2. Szerintem az! Ez? Hát ez elég Vietnám. Az tök Vietnám. Na, a hétvégén ingyenesen ki lehetett próbálni. Van, aki megnézte? Mert én nem tudtam megnézni, és kurva kíváncsi vagyok rá, hogy szar! Mondjátok már meg! Far Cry Vietnám. Volt, aki kipróbálta, megnézte? Én kipróbáltam, szar nagyon. Oké, kösz, Max Járon, ennyire voltam kíváncsi. Akkor jó. Annyira nem piszkáltam fel magam, hogy mindenféleképpen kipróbáljam, és hogy ráugorjak, de így... Oké, szóval nem sokan próbálták, annyira látom. Olyan, mint a Heroes and Generals? Annyira nem szar az. Jó, akkor megnézzük, van benne szikla. Persze, hogy van. Jó, meg fogjuk nézni akkor, de na mindegy, ezzel nem éltem, ez van. Attól függ, mik az elvárások. És kíváncsi voltam rá, hogy milyen, mert mindig, mikor így ki lehet próbálni egy játékot, akkor mindig nagyon izgatott leszek. Most például a faszon ki van azzal, hogy van, hogy van kódunk a Get Evenhez, de nem tudjuk kipróbálni. Hogy akkor a élet? Mondjátok már meg, szerintetek egyébként mi értelme van ennek? Érted? Itt YouTube-on nyomjuk a Ezé, meg a Twitch-en. Egy héttel hamarabb megkaptuk a Get Even kódot, geci. Csak nem játszhatunk vele. Nem az, hogy videón nem játszhatunk vele, úgy amúgy se. Itt a kód, az nem megy. Majd csak akkor, mikor kijön. Éljen. Jó van, na, ez muszáj volt. Ideg is gameplay, a srác elég jól beszámol róla szerintem. Kösz ötlet, meg fogom nézni. Dressed? Igen, Dressed. Melyik az a játék, ami sajnálsz, hogy kihalódott és nem vitték tovább? Jani véleményére is kíváncsi volnék. Vagy azt, Jani? Szóval neked van olyan game, ami kihalódott, és nagyon sajnálod, hogy már nincsen? Hát elég friss. Amivel játszottál is. Friss az élmény? Hát viszonylag friss, úgy gondolom. Tehát én nagyon sajnálom, hogy nem fogja folytatni a Max Payne-t. Mert többit valószínűleg nem fogják. Ja, hogy aha. Tehát nekem például az egy ilyen nagy örök bánat. Jogos. Mert úgy néz ki, hogy nem lesz folytatás, és basszus, imádta a Max Payne-t. Ez jogos. És alapvetően nekem a harmadik rész is tetszett, és így
Hát kurva jó volt a harmadik része. Én nem értem, hogy... De olyan nagy izé hét volt, olyan az, ugyanaz volt az Alien-nel amúgy. Azt is utálták, jó, de fos. Nem olyan, mint a régi. Ez olyan fasza volt, hogy nem igaz. Nekem nagyon tetszett. Nekem is. De ja, ez jó. Ez jó. A Half-Life-ot nem mondjuk. A Half-Life az örök. Az már mindegy. Igen. Hát igen, az rossz, hogy azt nem folytatják. Én tudjátok, hogy mit? Nagyon sok mindent rágtam, de nekem volt egy nagyon-nagyon nagy kedvenc játékom, amit egyébként nagyjából egy fél év ezelőtt megint végigjátszottam, szerintem 70 millió magyára életemben, és ígértek belőle a második részt, és sose lett. Uh-huh. A Might and Magic sorozatból a Dark Messiah. Jaj, arra sem. Emlékszik valaki? Én emlékszem rá. Ja. Az egyik legbaróbb kardozós téma volt, és a varázslat is gecon jól volt megcsinálva benne, és egyszerűen imádtam, a kurva jó fizika volt, Source Engine-es volt amúgy. Ilyen patika volt, bazd meg. Ilyen patika volt, és baszki, sose lett második része. Pedig az egy kibaszott kurva jó játék volt. Azt komolyan, hogy összeszartam magam akkor volt. Emlékszem rá, mikor mutatták a trailert, a gameplay trailert, és a csávó így megrúgta az orkot, az meg tudod így hátrakból bele a tüskébe, és így what? Meg ott elvágta az oszlopot, és rájuk borult a kurva anyja, és így végem volt. Fasza volt az. Az egy kurva jó játék volt, azt nagyon sajnálom, hogy nem folytatták. Illetve volt egy nagyon-nagyon epic FPS, ami a maga korszakában olyan volt, hogy lezsibbadt a pofám, és sose lett második része. Remélem egyszer lesz, és nem az EA fogja csinálni. Na. A Star Wars Republic Commando. A Republic Commando. Aha. Amikor tudod, abban 4 vagy 5 fős teamben voltál, és tudtál parancsokat is osztogatni. Olyan volt, mint a Rainbow Six. Kb. Egy ilyen tactical shooter volt. Star Wars. Igen, és amikor így szétütöttél millivel egy izét, egy robotot, akkor így belefröccsent a pofádba az olaj, és így letörölte az izét. Ja. És így láttad a sisakot. Igen. Tudod így a izét. Há, bazd meg! Ez kurva jó volt. Na, az a játék volt, hogy így uá! Érted? Végig eszembe se jutott egy Star Wars game, annyira baszó volt, érted? Tehát egy abszolút nem a Star Wars vitte el a játékot, hanem az volt, maga a game is kurva kibaszott jó volt. Á, kész. Na, hogy az se volt, azt se folytatták soha, azt is nagyon-nagyon sajnálom. Ja. Zagdon, igen, MDK, de mondom, nagyon-nagyon-nagyon sok game van, amit szerettem volna, hogyha folytatnak. Van néhány, amit túlságosan szerettem benne. Igen, így van, Molnasára mondja, egy darab lézerkar se erő nem volt benne, semmi. Kifejezetten ugye a trooperekre ment rá. Csak ugye volt egy ilyen elitista hozzáállás, igen, hogy tudod, ez egy ilyen nagyon speckó kommandó volt. És így nagyon-nagyon király volt, nagyon-nagyon király volt. Lassan az összes RTS-t felsoroltad lennél a témánál. Johnny Hero, igazad van, haver egyébként, teljesen igazad van. Közben Cleaver és Exhibit, kösz szépen srácok a feladatokat, és Kakaós Nyalóka, neked is köszi a farkasok órájának, mikor a frémek széttörnek, és a videósok kora széthullik, még nem jött el a napja, mert ma feliratkozunk, mindazért, hogy számunkra kedves ezen a földön, iratkozzatok fel, internethős népe. Ó, de jó volt ez a mondat, egyébként nagyon jól átköltötted, kösz szépen, haver. Imperium Galactica. Nem, az RTS-ekből egyébként, nem tudom, én nagyon sajnálom, hogy a Red Alert-nek lett folytatása, én nagyon sajnálom, hogy a Warcraft-nak nem lett folytatása, én nagyon sajnálom, hogy a Heroes 3-nak lett folytatása, van sok olyan RTS vagy körökre osztott játék, amit rettenetesen szerettem volna, ha folytatnak. Most már minden kis cseppnek örülünk. A Dawn of War 3 se lett olyan, mint amilyet szerettünk volna, de legalább van. Könyörgöm, az RTS műfaj olyan bocsánatos. Csináljátok már valami játékot, a faszomat! Amúgy tényleg szar, hogy... Volt az a Grey Goo. Grey Goo. Volt az a Grey Goo. Igen, ami a StarCraft... Ami egy abszolút StarCraft copy volt. Nem. StarCraft Killer. StarCraft Killer volt, nem lett StarCraft Killer, hát, nem, az is ilyen pedig annyira vártam. Tudom. Miért változtak a trendek? Mi az oka? Sír lesz. Az az oka, kapaszkodjál meg, mert ez nagyon szarul fog hangzani. Nem azt mondom, hogy így van, csak azt mondom, hogy ilyen a hozzáállás. A fejlesztők és főleg a kiadók véleménye az a játékos közösségről és a játékos társadalomról, hogy a lehető legegyszerűbb játékokkal szeretnek játszani. Ezért nincsenek RTS játékok. És ezért nincsenek RTS játékok, ja. Mert nagy a skill cap, és, vagy gap, bocsánat, és nem, tehát azt látják a játékosok többségén, hogy nincs türelmük hozzá az embereknek, hogy megtanulják.
Black Andy! Yes! Az kurva jó volt ez a game. Ergon Web, az Alien Isolation szerintetek még folytatódik? Azt mondják, lehet. Láttatok már az új élényt? Igen? Hogyha megnézed a tegnapi Happy Hour-t, akkor beszéltünk is róla. Kaval úr, 5 hónap bizony, mostában keveset va, vagy újra elkezdtem bűnözni, vov. De most betegen itthon, van idő botolni, istenek vagytok. Kösz, haver! Pluskat, erről hallottatok már? Ah! Ez a Wild West Online. Uh-huh. Nagyon érdekes lesz. Ilyen MMO-s Western játék. Remélem jó lesz. Mint kiderült, ennek a koncepcióképeire hitték azt, hogy a Red Dead Redemption. És ezért figyeltek fel a játékra, és most akkora hype van, hogy így átütötték az összes Kickstarter-t, meg minden szart, amin indultak, vagy nem is tudom, olyan támogatást aha. kapott a játék. Mert eddig nem is tudtak róla, csak mikor kiderült, hogy ez az, amire azt hitték, hogy a Red Dead Redemption, akkor mindenki rászállt. Aj, te Taylor Lerch, szevasz, haver, sziasztok, jó reggelt! Gratulok lassan a fiamjuk a feledkozóhoz, ez elég nagy szám basszus, csak már én 100 darab követőre is kiverném. El sem hiszitek, mennyire állunk mögöttetek, legendák vagytok, csak így tovább. Aj, Taylor Lerch, köszönöm szépen, De akkor miért futnak annyira a DS-szerű gémek? Az utóbbi 1-2 évben kijött egy csomó DS3, Neo, Bloodborne, meg Surge. Molnos Ádám, jogos, viszont a... Ezeknek megvan a fanbase-ük, nem? Megvan a fanbase-ük, meg felkapni a gémet nem nehéz. Ja. Főleg a Twitch miatt egy... De felkapni a gémet nem nehéz. Megfogod a kontrollert, van, mit tudom én, 8 gombod, meg 2 analóg karod, ott az ellenfél, semmi nincs, ott az ellenfél, ott a kard van, ütésgomb, azt leütöd, vagy nem. Tehát érted? Felvenni a gémet nem nehéz. Igen. Egy stratégiai játéknál szerintem, hogyha olyan szintű a stratégiai játék, egy fél óra 40 perces tutoriál kell eleve, hogy a játékmechanikákat megtanuld. Ott van a Dawn of War, én szerintem legalább egy órát ültem a tutoriálnál, amikor otthon megnéztem, hogy milyen. Na, nem tudom, hogy látod, de amúgy szerintem, hogyha nem lenne livestream, meg videótartalom ezekből a játékokból, ezekből a Souls-like-okból, akkor nem lennek ennyire széthype-olva. Lehet, hogy igazad de van... ez nagyon sokat hozzátesz. Az biztos, hogy nagyon sokat hozzátesz. Igazából azért van akkora hype körülötte, mert nem mainstream. Ja. Akár mennyire nyomják, nem mainstream. Ja. Tudod, megvan ez a nézt tudsz, hogy megvannak azok az emberek, akiknek tudod, megy, meg megvan egy csomó ember, akinek nem megy, és akkor tudod, ez a... Azért mondod, hogy szar, mert szar vagy. Tudod, és ettől így épül a hype, amúgy jó, is, de sokat hozzátesz. De nagyon sokat hozzádob. Ja. Persze, tehát az, hogy mit tudom, hogy valaki ott félkézzel, bekötött szemmel megcsinálja, meg ilyenek, ez nyilván rengeteget hozzá a dologhoz. Mit csinál? Igen, nagyon sok jó koncepciót lehetne csinálni. Én emiatt is a filmekkel kapcsolatban, és tegnap ezt mondtuk, a játékokkal kapcsolatban is azt mondom, hogy minél több egyediséget. Nem kell mindig a régi dolgokba nyúlkálni amúgy. Abszolút. Új Prince of Persia kéne. Igen. Na, az igen, annak jó. Egyetlen egy tulajdonságára kell odafigyelni. Ne legyen szar! Igen. Ha szar lesz, biztos, hogy felgyújtam a Ubisoftot. A Prince of Persia... Azt egyszerűen imádtam. Azt én is nagyon. A Duke Nukem Forever tetszette? Nem. Nem igazán. Nope. Nem igazán tetszett. Igen, valószínűleg nagyon sok streamben se félne vele, hogy mennyi jó game volt, aminek nem lett folytatása. Van sok, amit szerettem volna, hogyha folytatnak. No One Lives Forever, az is mekkora volt. Na igen. És az is milyen egyedi például, volt ugye magában. Tök jó volt. Pixel küldte Daily Factet. Bassza meg, de hát hogy a faszomba maradtunk le így? Na mindegy, mindjárt olvasom. Közben Scuba Diver Hunger, sziasztok! Legjobb ébresztő, amikor 5-kor arra kelsz, hogy a pók csárdásozik az arcodon, olimpiai rekord ugrasz. Filmre az erős, gratulálok. Get in good. Kösz, Scuba Diver. Remélem, kinyírtad a pókot. Pixel Daily Fact, egy 2008-as felmérés szerint a brit tínédzserek 58%-a megvan róla győződve, hogy Sherlock Holmes élt. A híres képen, ahol a vadász sapkát viseli, csak egy kis történet illusztráció 1891-ből, mégis ez a leghíresebb, és sokan úgy gondolják, hogy mindig viselte, ha valami ügyön dolgozott. Eredetileg Sherin Ford lett volna Sherlock neve, bár Dracula személye 239 filmben szerepel, az IMDb szerint a legtöbbször megfilmesített, kitalált karakter Sherlock 226 filmmel. Érdekes, Pixel, érdekes. Kösz szépen a Daily Factet. Eragon Web, igen, ez volt. Kavalhun, neked is volt. Pluskat,
Igen, neked néztük meg, köszönöm szépen. Következik szerintem. Nem, Wormgod jön. Nekem is ilyen volt a Republic Commando, még a mai napig előveszem és nyomom vele. Zseniális, ikonikus, régen a Duke Nukem 3D-t vettem mindig elő, ha lazulni akartam, ma már ezt. Nekem ilyen még a Star Wars Jedi Academy, Outcast és Knights of the Old Republic. Mindegyik nagyon jó volt. Ajtaj Lallert. Felolvastuk, szarka, mindjárt 500 lesz, gyerekek, szerintetek meg lesz a mai happy hour-ben? Szerintem nem. De sose lehet tudni. Johnny, Heroes 3 annyira epik, hogy mai napig toljuk egyetemen az unalmas órák alatt tableten, 2-3-ban tologatjuk egymásnak a tabletet, nagyon jó retro érzést ad. Melyik a legjobb Heroes? Szerintem is Johnny Hero, és szerintem állat, hogy az jött tabletra. Ja. Mert kurva jó. Igen, nagyon sok retro játék olyan, mint a retro zenék. Hogy ilyen örök legendák. Örök legendák. Nem tudom. Nem tudom. Nekem is sok, rengeteg sok régi játékom van Steamen is. Van, amelyiket csak úgy megveszem, nem is játszok vele. Csak úgy megveszem, hogy legyen meg. Tudod, hogyha esetleg egyszer eszembe jut, akkor legyen meg. Ez rengeteg van így a Steam library-ben, hogy tudod, így egy csomó régi game, és akkor így megveszem őket, mert hogy így legyen meg. Nehogy már az legyen, hogy tudod, előjön aztán. Hogy így úgy, de játszanék vele, és akkor kell ott szarakodni. Mert, na, szerintem más is van így ezzel. A Blood Rain, tényleg? Nem emlékszel? A Vampirella, a két igen. Hogy szeretelt az, bazd meg? Az unokáknak mit fogunk mutogatni? Dark Souls-t. Get good. Na és a paradoxos játékok, Stellaris, Crusader Knights 2, vagy Hearts of Iron. Jók voltak. A Fear, tényleg. A Fear, abban is meg a mind. Jó volt a Fear. Emlékszel, hogy az volt az egyik első olyan játék, amiben mikor robbantak ránátok, így igen. Az effekt így ott volt rajta. Repesz. Meg hogy befostunk, mikor az elején bazd meg, így bementél a szobából, és így felborították az asztalt, és elbújtak magad, és így... Mi? Mit csinálsz magadnál vagy? Az nagyon kemény volt. Igen, nagyon sok jó volt. Wolfenbacher! Vampire Masquerade Redemption. Keci jó volt. Kurva jó kis RPG játék volt. Majd beszartam. Emlékszem, amikor először eljutottam, mi is volt az első város, jövőbeli város? Londonba. Így, úristen, ebben a játékban 400 évet ugrottunk a lényegben, ha beszarok, komolyan mondom. Na mindegy, nagyon kemény. Az a játék kurva jó volt, de egyébként rohadtul tetszett a Bloodlines is. Mind a kettő zseni RPG. Zseni RPG. Knights and Merchants. Meg emlékszel a Settlers-re? Persze, a Settlers. Így az első részekre? Az mennyire jó volt. Vannak új részei. Vannak. De és a Dungeon Keeper? Milyen jól nézett ki a Settlers amúgy? Jól nézett ki. Kurva jól nézett ki, emlékszem. Mondom, én a Dungeon Keeper-rel nyomtam még nagyon sokáig. Dungeon Keeper, várjunk. Az jó volt. A Falloutot fogjuk folytatni? Annyi órában van, hogy meghalsz. Biztos, hogy nem. Egy jó honfoglaló, meg teveklub, igen, ezekről beszéltünk, ezek az igazi legendák, nekem viccet félretéve, amire gyerekkoromban nyáladottam, Imperium Galactica csodás volt akkor nekem, bár sose értettem rendesen, hogy is lehetnék jó benne. Igen, Wormgod, jó volt nagyon az Imperium Galactica. A Blood Rain és az Uwe-ból feldolgozás film, au. Figyelj, bal is a Silverstone volt benne? Nem. Melyik volt benne a csaj? Az a... Nem, de hogy el is a Silverstone, az a Bad Girl volt, ugye? Az a Batgirl volt a Batman 4-ben, ami nem is létezett. Hogy hívták azt a csajt? Én ennek nem láttam a feldolgozását. A Blood Rain-nek? Aha. Kurva szar, de megcsinálják a csajt a Burton rácson, és az jó. Ennyi. Nem láttam. Christina Loken, az! Kvertigor, én abban reménykedem, hogy bejelentik Blizzconon a Warcraft 4-et. Elvileg van rá szansz, hogy folytatják a Warcraft RTS-t. Jó lenne, Kvertigor. Nagyon jó lenne. Emlékszem a Space Rangers-re. RuneScape-vel játszottam, meg most ugye a Planescape Tormentnek most majd jön az új cucca, az is nagyon jó volt, jók voltak ezek a szerepjátékok nagyon. Arra is volt egy korszak, mikor ezek az izometrikus szerepjátékok így bejöttek, igen. A Fallout 1-2, a Baldur's Gate, a Diablo, de az action RPG volt, az ugye kevesebb RPG element, inkább action, azért volt annyira speckó, úgymond. Planescape Torment, rengeteg jó játék volt, azok is jók voltak.
Vannak ilyen időszakok. Ez biztos. Requiem Avenging Angel? Vagy Avenging Angel? Az a, az a cowboy kalapos csávó volt, aki vámpírokra vadász. Nem, az a Nocturne. Vágom a Requiemet. Melyik volt az a játék? Bazd meg! Az a Nocturne volt, amiről én beszélek. Játszottam a Requiemmel is, csak nem jut eszembe, hogy melyik. Igen, megvan. Emlékszem. A Requiem durva volt. Most már megvan. Blood 1-2, Atanos, megvan mind a kettő Steam-en. Micsoda? Kiss Psycho Circus, meg a Kingpin. A Kingpin, az mi brutál volt, emlékszel? Ilyen R-rated volt, meg széttaposták a fejet, meg minden, az kemény volt. Mégis volt tiltva valahol. Be. Az nagyon kemény volt, igen. Icewindale volt, persze az kötelező, Heretic 1-2, az is megvan a Thanos Steam-en. Ezeket mind... Jó, hogy mondjátok, már beszéltünk erről többször egyébként itt a reggeli műsorban. Manhunt, best. Szívemhez nagyon közel áll. Ott van, Sirazdal, pont ezt akartam mondani. A Legacy of Kain-ből a Soul Reaver és a Blood Omen sorozat nekem óriási kedvencem volt. Olyan lore van, hogy a pöcsöm felállt, és a tököm tele van, hogy cancelölték azt a szart, pedig már majdnem kész volt a játék. Ja. Volt már róla ilyen gameplay-szerűség is. Igen. És bazzik, pedig annyira imádtam a Legacy of Kain-t. Annyira kurva jó volt, hallod, olyan legendary. Dolphiking, nem ma kezdtük a gémelést, az a baj. És régebben még a Need for Speed-ek is jobbak voltak, ez biztos. Hallod? Ja. De most komolyan. A Most Wanted az annyira csúcsra hágott, akkor, ahogy kinézett, hogy még fatarom is neki állt. És tudod, így dölt, mikor kanyarod. De kibaszott jó is volt az a játék, a Most Wanted. Jap. Meg az Underground, de egyébként az Undergroundok is jók voltak, ja. Jó, persze. Egyébként faszol lenne, hogyha lenne egy normális Need for Speed a manapság. De komolyan. De tudod, hogy miért nem lesz. Tudom, hogy miért. Pontosan azért nem lesz, amiről beszélünk. Ja. Ha csinálnak egy ugyanolyan Need for Speed-et, akkor azt mondják, hogy úristen, mi ez az autókezelés? Öreg. Most ugye mondták, hogy szappan, hogy csúszkál a kocsi az új Need for Speed-ben, mekkora szar, fúj, köpködték ott a kritikusok, meg minden. Haver, vedd már elő az Underground 1-et. Nézd már meg ott, hogy mennek az autók. Megszépül az emlék! Ja. Az a baj! A Gorki. Az, de én is sokat játszottam. Csak az a baj, hogy rosszul emlékszel rá, tudod, és akkor így az persze, új persze. Szarnak tűnik. Ja, Sirazdal, az Insane-re emlékszem. Valamikor 2000 környékén volt még a debreceni Media Mart előtti szabadtéren a Malon Parkban Insane verseny, és Logitech kormányt lehetett nyerni. Wow. Micsoda? Malfunction küldött neked valami ajt. Malfunction? Látod ott egy link. Nice! Ez igaz. A Most Wanted jobban nézett ki, mint a következő Need for Speed-ek. Ez igaz. Emlékszem rá, nagyon durva volt. Midtown Madness? Úristen. Annak emlékszem, annak semmi értelme nem volt. Mentél az autóval, azt szét kell baszni mindent. Ennyi. Nagyon kemény volt, de mennyit játszottunk veled, egy jó isten. Tencsu 2 fasza volt. Igen, a konzolgémek azok, tehát ott nagyon kell vigyázni, mert ugye a retroba Magyarországon ugye sokkal több volt a PC gamer abban az időben, és inkább azokra emlékszünk, de a konzolosok között is volt nagyon-nagyon-nagyon sok cucc.
Kiha nekem kifejezetten ilyen játék, ami eszembe jut, hogy akkoriban be volt a szarva a grafikájától, meg vagy hogy működött. Nekem a Red Faction. Amiben lehetett rombolni baszki a falakat. Igen. Azért én emlékszem régen így néz, hogy na takarodj a picsába, hogy lehet rombolni mindent, hogy hogy néz ki az egész. És így ránézek és így... Fú, basszus, de szar. Az nagyon kemény volt. Ja. Az nagyon kemény de volt. De hát amúgy felhasználták például a Half-Life 2, hogy nézett ki, amikor megjelent. Ha baj, befosztam. Összefostam magam. Ja. Kuvád, de mondja a Sufferinget. Te azzal Suffering. Játszottál? Nagyon ismerős, de most... Horror game. Hátul nézetes. Egy börtönben játszódik azt hiszem az első rész, legalábbis ott a nagy része. Mindenféle szörnyek vannak benne, és te magad is szörnyé tudsz változni. Most nem tudom, hogy emlékszel, az kurva jó volt az a játék. Mind a két része. Jó, ez a kis nosztalgia, yes man. A Return to Castle Wolfenstein, persze, hogy mondtuk az is, milyen eszméletlen durva volt. Painkillernek meg a soundtrackje volt állat. Az mai napig geci jó soundtrackje van. Emberkísérleteket végeztek benne börtönlakókon. Yep, és a csávónak meghalt a családja, és mindig így visszaemlékezett. Ez a Suffering? Ja. A régi Indiana Jones játék. Igen. Jó, igen, grafikában ezt meg kell vallani. A Far Cry 1 az durva volt. Durva persze, hogy nem. Ott szaggáltak ott a kis állatok a fűbe, meg a víz, ott habzott a hullám, meg minden, és mindenki arra verte, hogy felrakta maxra, geci. Mert tudod, úgy volt, hogy ha felhúztad ultrára, akkor a vegetation sokkal durvább de volt, igen. Meg az állatok is jobban, hogy az atyaik. És volt belőle az meg izé. Multiplayer. Igen, nagyon jó volt az, igen. És hárman játszottunk a PC barlangban, és a hárman játszottunk akkora mappon, ami akkora volt, mint az Alföld, és így a pálya másik végére lövöldöztük egymással a két követővel egy óra hosszán keresztül, aztán lejárt a 200 forint. Igen, ez ismerős, én is játszottam vele így. Jó volt. Na mindegy, érdekes. De hát na, jó kis emlékek voltak. Csak én még akkor jártam PC barlangba, amikor a Diablo 1 ment. Mármint akkor aktívan. Aha. Csak nosztalgiában mentünk le Far Cry-ra. Fasza volt. Jó, igen, a Crysis, persze, igen, tudjuk. A Crysis az brutál. Az brutál volt annak idején. Soldier of Fortune, a betiltott játék. Igen. Az installálás közben kell beállítani, hogy mennyire legyen durva, emlékszel? Ja, legyenek gól. Ja. És akkor még az arcát is le lehet nyúzni a csávának a késsel. Tap. A The Suffering ingyenes. Hol? A Rune nevű gémre emlékeztet? Igen, az a vikinges játék volt, hátul nézetből így... Volt benne a Roman Sword, meg minden, á, bazd meg anyját, túl sokat játszottam a kurva anyját! Az a baj, Jani. Dűne is jó volt, yep. Johnny, várjál, mit mondasz? Ó, hogy bassza meg, lemaradtam valamiről. Azt mond, kicsit régi, de akkor is OP Golden Axe megvan. Hogy ne lenne meg? Wormgard, hol van az, ma megtaláltam, ő mivel tolhatta régen? Na, mit találtál? Hülye! Kvertigor, nektek mi a véleményetek az Early Access játékokra, ami nincs kész pár optimalizálva, de kiadják, mert kell a pénz. A rossz tapasztalatok miatt rossz az Early Access. Vannak jó dolgok is ott amúgy, Kvertigor. Én nem tudok elfogadatlanul beszélni az Early Access játékokról, mert ugye mi úgymond hivatalból is beleszoktunk ugrani ilyenekbe, de hogyha nem arról beszélünk, hanem úgy, mint hogy ember ugorjon ebbe Early Access-be, hát nagyon gondolja meg, én azt mondom. Sokból soha nem lesz játék. 10 évesen még társaságban laktunk, egy nagyon jó társasággal, minden pénteken 12 lampartit csak úgy csaptuk fatárral. Ász, Kolex, ezek olyan emlékek, bazd meg, hogy még a tököm is zsibbad. Az a baj. Ilyen 10-es kvékes lampartik meg minden. Amikor ízzadtunk meg a pizza, zsíros cuccó, imádtam. Az a legjobb a gomb. Ja. Amúgy basszus, tényleg ez teljesen eltűnt most. Az ember csak azt várta egész héten, és amikor éppen volt, akkor meg azt várta, hogy sose legyen vége.
Durva volt. Johnny, nem azért, hogy felvágjak, de a Command & Conquer 3-ban, 2v2-ben magyar bajnok voltam, és online top 5-ben, 1v1-ben csak harmadik. Mikor kijött a Red Alert 3, annak meg a Budai Vár labirintusában volt ilyen indító parti, ahol az akkor vatta új Red Alert 3-mal lehetett játszani, és az volt a nyeremény, és, ja, és az volt a nyeremény, meg a póló, stb. És ott is első lettem, RTS fan vagyok, és leszek örökre. Ó, Johnny, nem is tudtam. Faszaság. Nagyon faszaság. Jó reggelt, Vikocsa, kösz szépen a csírt. Marci bácsi, a Janit kérdezett, hogy Battlegrounds-ba megéri-e beugrani, szerintem ő azt mondja, hogy igen. Várjátok, na várjátok, ezt meg... Zuzzancs, Koleszba rögtönzött emeletes Lamparty Underground 2-vel, Unreal-al és Quake-kel. A kábelek csak úgy futkároztak a folyosón. Az úgy. Na, szóval a PUBG az, megmondom őszintén, valamilyen szinte különleges. Ja. Mármint early access-ekkel ehhez képest, mert ugye itt hetente van update, ami néha csúszik. De ami nagyon fontos, hogy a fejlesztőkben még iszonyat durván bemutatják. Tehát például tegnap raktak ki Twitterre egy kis videót, amiben megmutatják, hogy mit fognak javítani a következő patchben. Például a lövést elbaszták, és így bevallották, hogy baszta meg, hát szar volt a célzás a játékban, és így a jövő héten jön a patch. Szóval a Battlegrounds az nagyon nyitott ilyen szempontból, és szerintem ilyen szempontból érdemes belefektetni. Egyébként az hozzátartozik... Nagyon király a support. Az hozzátartozik, hogy teljesen igazad van, és ez egyébként egy nagyon nagy erénye a játéknak, ja. És így kellene csinálni a minden Early Access game-nek. Annyiban, hogy egy kicsi előnnyel indult a játék bizalom szempontjából, mert ugye PlayerUnknown-t mindenki ismerte, persze. Mindenki, aki Battle Royale game-et játszott, nagyon jól tudja, hogy mennyire komolyan veszi, amit csinál, és az, hogy tehát maga az, hogy PlayerUnknown saját game-et csinált Battle Royale style-ba, az már egy igazolás volt a játékosnak, hogy merjék megvenni, mert ez kurva jó lesz. Ja. Ráadásul ugye ő ilyen nagyon, úgymond ilyen játékos barát gondolkodású, meg Twitch gondolkodású, úgyhogy biztos volt, hogy ő nagyon durván fogja ezt csinálni. Igen. Úgyhogy ez respect neki. Én játszottam a Quake 4-gyel. Most nem, emlékszel, nem olyan rég patentattam a Quake 4-et, még valami buzi mondat is leszettem hozzá, ja? Nem tetszett a Quake 4. Félem, amikor átalakítanak. Levágják kezed, lábad. Ja, igen. Az durva cucc. Dolphy King, egyetértek, mondom. Tehát a bizalmi kérdés egy Early Access game-nél nagyon-nagyon fontos. Ja. Nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen. Hiszen ugye pénzt adsz valamire, amit lehet, hogy megkapsz, de lehet, hogy nem. Pontosan. Miért nem játszok streambe Battlegrounds-zal? Metágeri, nekem nem stílusom, ennyi az egész. Én másfajta játékokkal szeretek játszani, de szerintem ez látszik. Egyértelműen látszik, ja. Felhő, kösz szépen! Például az egyik hétvégén egyszer annyit csapattuk C64-en a Street Rodot, hogy megolvadt a Commodore tápegységének a sarka. Wow. Megolvadt adapterrel nekem is volt dolgom, de az még Nintendo volt. Nincs oda? Divisionezni sokat divisionöztünk, de az ugye nem Early Access game volt. Nem. Meg abban, na. Tehát oké, Division így, meg na, úgy, nem olyan... lehet azt is úgy fogni. Mi? Nem, de annyi újdonságot hozzá, mint egy... Hát azok DLC-k voltak. Igen. Jó, én szerintem a Division, hogyha... Tehát nem lett olyan, mint amilyet szerettünk volna, az biztos. Nem. Azért foglalkoztak a game-mel. Nagyon, egyébként ilyen szabadon le a kalappal, de tényleg. Én azt gondolom, hogy összességében, ha veszed a main story-t, igen. A multiplayer-t, a grindot, meg a DLC contenteket, szerintem bőven ki úgymond visszahozta az árát élménybe. Tehát az ember a beleölt órák számához képest az, amennyibe került az egész game úgy, ahogy van, is megéri a pénzét. Az, hogy nem lett olyan jó, mint ami erre gondoltunk, vagy hogy nem lett az a game, amit szerettünk volna belőle, az egy dolog. Meg az a durva, hogy sok negatív visszajelzéshez több függetlenül is kurva jó. Tehát, hogy foglalkoztak ennyire vele. Igen, és na! Nagyon sokat foglalkoztak vele, tényleg. Szerintem megkapták az emberek a pénzükért, amit szerettek volna. Mármint olyan szinten, hogy a beleölt órákat kurva sok tartalom volt benne. De kibaszott sok. Igen.
Úgyhogy én nem szidnám. A Suffering 2008 óta ingyenes, szoftverbázison is fent van. Szoftverbázison? Hát... What? Szoftverbázis.hu. Biztos van ilyen. Hatalmas nagy lehúzás volt a Conan. Na, az igen. Igen! A Conan az egy lehúzás. Na. Itt a példa. Janival ott ülünk. Mert ugye hát vannak köztetek többen, nem baj, akik vérei baszogattak minket az Escape from Tarkov miatt. Igen. Várjál. Escape from Tarkov, mi is várjuk, nagyon érdekes lesz. Például szerintem egy ilyen... Az még egy olyan game, ami például neked nagyon-nagyon bepasszol, hiszen az is egy ilyen iszonyat technika. Ja. Kurva résztes, baszott jó az Escape from Tarkov. Ti is nagyon jól tudjátok, hogy ha csatornába kell fektetnünk pénzt, mi nem szoktuk sajnálni. Se eszközre, se játékra, soha. Akkor se a szar. No de! Áfával együtt az a verziója az Escape from Tarkovnak, amivel biztosan tudsz játszani vele már most. Mennyi volt? 150 euró, azt hiszem. Áfával együtt. 47 ezer forint. Igen, 40, 50 ezer forint, ja. Ott körül. Jani kérdezi, hogy vegyük meg, hogy játszunk. Mondom, jó legyen, akkor egyet vegyünk belőle, és akkor meg tudjuk mutatni meg minden. És akkor mondja Jani, hogy áfával együtt mennyi. Nem. Nem azért, mert nincs rá pénz. Nem azért, mert nem akarjuk megmutatni nektek. Nem azért. Elfből nem. Mennek a faszomba. Menjenek a kurva. Ott van, 160 euró áfával. 160 euró. 160 plusz áfával. Bazd meg! De azért ez pofátlanság. Tehát amikor odaérek, hogy 120 euróért van a 100%-os izé, hogy megkapod az alfát, és akkor rányomsz a buy-ra, és akkor plusz áf. Igen, de már a 120 euró is. Az is undorító, persze, de... Nem, de ez nem. Ez egy olyan játék, ami kurvára nincsen készen, de rohadtul nincsen készen, lehet, hogy soha nem lesz készen, mennek a faszomba. Ilyesmit nem fogunk támogatni azzal, hogy megmutatjuk, hogy igen, ha ilyen hülye fasz vagy, akkor be tudsz jutni a bétába. Nem. Tehát vannak elvi dolgok, az Early Access kérdésre dobódott fel most ez, csak hogy legyen. Ezt így nem. Villa, én értem. Szíve joguk, vegyék meg, játszanak vele. Mi nem vesszük meg. Ja, biztos, hogy nem vesszük meg ezt a gépet, mert nem. Igen, van olyan, hogy 50% lehetőség, mert ugye ki van találva. 40 euróért. Jó. Kurva jó. Hagyjuk. Boldasztó szar ez a modell, és egyébként alapvetően nem tudom. Jó, tényleg nagyon jónak tűnik az a játék, de ez iszonyatosan gusztustalan. De félre lejjetsetek, meg tudjuk venni. Nem ezzel van a baj. Tehát most aki azt írja, nem az, hogy sajnáljuk rá a pénzt. Nem. Egyszerűen az ez elv. A modell, az elv nem fair. Ez undorító. Az elv nem fair. Hogy elvárják az emberektől, hogy ennyi pénzt beleöljenek valamibe, ami lehet, hogy nem lesz kész. Ja. Hát hány ilyen volt már? Hogy beleöltek az emberek ennyi lóvét, és nem lett kész. Még hogy... egy szor alfa fos, tehát azt azért tegyük hozzá. A másik meg, a Star Citizen szintén zenész. Ugye ott is megvannak ugye a patch note-ok, hogy mikor, mi lesz kész, az is nagyon, tehát nagyon klasszul meg van csinálva, csak olyan van, hogy a következő schedule, most jönnek egy példát, egy hónap múlva, Tactical Combat Shotgun. Igen. Igen. Megtek a shotgun-t. Fuck yeah! Szóval, érted? A Star Citizen is olyan, mutassanak valamit. Legyen legalább olyan állapotban, mint a PUBG. Vagy látszódjon a szándék, de nem. Sok. Nem is kész. Tehát az Escape from Tarkovban nem. Yes. Nem. De most nem az a baj, hogy sokan nem fogják érteni, hogy miért. Mert láttam, hogy írják, hogy ő megvette, meg ez a videós megvette, meg az a videós megvette, meg ilyenek. Nekünk többet ér azt. Tehát én nem akarom azt, hogy azért, mert látjátok nálunk azt a gémet, valaki kifizessen ennyi pénzt érte, és ha a fejlesztők véletlenül lelépnek, akkor az a mi hibánk legyen. Nem fogunk emögé így beállni. Ennyi. Oti,
Cső, srácok, mennök infon, tanulok BMW-n, és gitározok is. Tudom, hogy Jani imádja az övészem, hogy János, hallgass meg a linket, amit küldök, amikor éppen el akarsz azulni. You like it, boy. Köszönjük szépen, meg fogjuk hallgatni. Otti, meghallgatjuk. Övel Seven Fold Zone. Hogy nincs-e kedvünk megvárni még azt a 11 embert? Megvárhatjuk? Atya ég, so much hype. So much hype. Véfanni, ez is igaz, de tudod, hogy van ilyen. De tudod, hogy van ilyen. Hát ha nagy Isten elérjük az 500 ezeret most, akkor ne örüljetek, mert vissza fog menni. Komolyan, ez ilyen nagyon fontos dolog, ezt már egyszer beszoptam. 500! Ja, nem. 500! Nem. 500! Nem. Ja, nem! 500! Nem! Bassza meg! Igen. Ez általában úgy szokott lenni. Yeah! Nem. Úgyhogy kell egy print screen. Valaki csinálja meg 9 accountot. Ez nem így működik. Kiha, 499-nél leiratkozok. Iratkozz. Én is. Várjátok. Várjál már. Nem. Nem ez. Na? Mi? Várj, mi az? Mire gondolsz? Nem? Elfelejtettem. Atya ég! Mi az a screenshot? Happened! 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 Mi a screenshot túl, bazd meg? Snipping. Az, bazd meg, keci! Jesus! Megvan! Kép metsző, megvan, yes! Megvan, nézd meg! Yes! Add ide! Add ide, keci! Oh, yes! Srácok, köszönjük megvan, szépen! Megvan, köszönjük szépen, srácok! Hát, ez most egy kicsit túlment! Ez most egy kicsit túlment! Felszorogatottam! Úristen! Na várjál, mert most baj lesz! Ajaj! Várjatok! Várjatok! Genok, 48 órás stream is coming soon. Nem tudom, hogy jól írtam, jól írtad, Genok. Köszönjük, Skolex, neked is. Köszi. Srácok, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük nektek. Köszi a rengeteg GG-t. Köszi. Spinner, ó, köszi az 500 cheert. Nagyon szép eredmény, gratulok az 500 ezerhez, főleg, hogy nincs is videó, kappa. Predrog, Family, a Gigi, kösz szépen, Vedd Leslie, neked is köszönjük, Zuzzancs, kösz az 500 cheert. Csak mert 500k. Köszi. Mókus, neked is köszi szépen. Davidson, neked is köszi a 100 cheert. Nagyon szépen köszi a várj, és ötletsz. Csináltál Prince Kint? Már én is. Köszi szépen. Köszi, srácok. Köszi, srácok. Na, megvolt, most már mehettek, iratkozzatok le. Megvan a print screen! Igen. Küldöm a versenyhivatalnak, hogy jegyezzed be. Olyat nem csinálnak, ez hülyeség. De mindegy, Mirdin, neked is köszi. Köszi, srácok. Köszi szépen. És most indul a vlog live-ban. Hát live-ban nem, de amúgy szerintem megyünk ki, ja. Igen, ez lesz. Sütke, kb. 30-an próbáltak 500-an lenni. Látszik. Igen, ez így szokott lenni, igen. Photoshop! Igen, ezt lehet, hogy egy 6-osra jártam az első számot. Annyi. Nagyon szépen köszi, srácok. És jó, hogy itt vagytok így élőben, és ez mindegy. Tényleg sokat jelent, és meg fogjuk csinálni. Egy biztos. Ezt először itt mondjuk el most nektek, de a vlogban is elmondjuk, csak legyen egy kis hype-u, hogy ti itt vagytok élőben velünk. Megcsináljuk a 48 órás streamet az 500k-ra. Meg. Most fogjuk bejelenteni a mai vlogban akkor, hogy megcsináljuk, és hogy mikor csináljuk meg. Pontosan. Láttam, tegnap este még felnéztem a chatre, láttam, hogy sokan rebegtek, habogtok, hogy mikor, meg hogyan, meg volt, aki azt mondta, hogy ilyen, de hogy mikor legyen. Egy biztos, mi 9-én fogunk elmenni Los Angelesbe, uh-huh. És 17-én jövünk onnan vissza. Onnan is lesz vlog, mint a szar, és ott is végig ünnepeljük majd a Family of feliratkozót. És utána lesz a 48 órás stream. Még, tehát ez biztos, hogy utána lesz. Addig nem tudjuk megcsinálni. Ennyi. Még egyszer. Tehát júniusban lesz valahol közepe vége felé. A 48 órás live, még egyszer elmondom, aki aggódik, vagy nem tudja, hogy mi van, mert még nem hallotta, nem leszünk fent 48 órán keresztül. Ez biztos. Tehát ilyesmiben ne is gondoljatok. Felváltva fogjuk nyomni Janival. Tehát lesz olyan, amikor mindketten ott leszünk, igen. Lesz olyan, amikor egyikünk alszik, másik nyomja, és majd cserélünk. Így van. Addig meg lesz a 600. Nem lesz. Nem.
Ha esetleg takarít a YouTube, akkor csúsztatjátok? Nope! Nem. Elértük, megvan. Megvan, van a print screen, úgyhogy fuck you YouTube, nem. Kapja be a YouTube. De nem takarít a YouTube szerintem addig. Mostanában nem hiszem. Mikor volt a... ősszel van az a nagy takarítás. Szerintem is ősszel van. Valamikor, ja. Igen, igen, igen. Sütked, na de mi a 600k-s ígéret? The VR Café? Még 600k-s ígéret nincs. Nagyon-nagyon fáradtan, meggondolatlanul szoktunk a 24 órás vagy 48 órás streambe ígérgetni fasságokat, úgyhogy... Majd akkor megbeszéljük. Danny Boy kérdezi, hogy montázs lesz-e? Streames montázs tuti lesz. Ja. Már dolgozok rajta. Amúgy. A klippekből, beszarás! A klippekből, igen. Epic lesz. Protóbazd meg. Hatszázalék Debreceni találkozót. Az mehet fanni, azzal nincsen gond. Nézd el! Poik, nem tesszük oda, ki készítette. Az igazság, hogy nehéz is lenne, mert általában egy klipből, tehát egy bizonyos jelenetből, amit kiklippeltek, azt általában ilyen 15-en szoktátok kiklippelni. Egyszerre. Milyen gémeket fogunk tolni? Szímen, fogalmam sincs. De én biztos végigjátszást csinálok, az tuti. Ja. Tehát én a 48 órás live-ban szerintem nem biztos, hogy egy gémet fogok végigjátszani. Elejétől a végéig. Uh-huh. Ez tuti. Ez tuti. Csak majd ki kell választani, hogy mi legyen az. Lesz időm gondolkozni. Biztos, hogy nem a Life is Strange. De Iván, privát. Köszönjük, de Iván, azt külön köszönöm neked, személyesen, hogy ezt a pontot választottad erre. Nagyon szépen köszi. Jó volt, hogy itt voltál. hát a Bloody Trap-et nem fogjuk végigjátszani. És el se hinnéd, milyen kevesen vagytok, Iván. Ott körülbelül, ja. Nehogy utána néztünk. De jó, hangos. Hát biztos. Nem hiszem, hogy DS2-t nyomnék 48 órába, bár amúgy simán végig lehet játszani. Hát végig. Biztos, hogy lesz Battlegrounds. PUBG biztos, hogy lesz, srác. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Nem tudom, amúgy szerintem én is valami felváltva fogok. Valami single player-t mindenképp akarok nyomni. Hát addigra lehetne választani valami jót, tudod. És akkor ki is tölti az időt. Nem azt szeretnénk csinálni, hogy óránként váltsunk gémeket. Az buziság, hanem azt szeretnénk, hogy nyilván nem várjuk el senkitől, hogy 48 órán keresztül fent legyen, hanem hogyha tudjátok, hogy mikor van egy végét, és akkor azt meg tudjátok nézni. Ja. Nagyjából megpróbálunk összerakni egy menetrendet majd erre. Micsoda? Hát megpróbálunk legalább egy nagyjából körülbelüli menetrendet összerakni. Így, hogy mikor, mivel fogunk játszani. Igen, mert nagyjából, tehát ugye a multikkal ki lehet tölteni a köztes időt, azt nagyjából tudjuk, látjuk, hogy mennyi idő egy játék, hogy kb. Ja. Mert azért biztos, hogy a játékkal fog játszani, ami nem legújabb. Igen, úgyhogy arra meg főleg tudom. Úgyhogy ez ilyen. Erősen a Stalker végigjátszásnak, túl sokszor játszottam végig a Stalkereket erősen, az nem lesz alkalmas, de köszi szépen. Bencu, sziasztok, srácok, megint tehetetlenek vagyunk, de a 300k-s Draw My Life videókkal mi lett a sorsa? Nem tudom. Én nem láttam. Én sem láttam még őket. Gratulálok az 500k-hoz, és köszönöm, minden nap kicsit lefoglaltok. Csak most már tartalmat is kéne tenni a YouTube-ra. Kap a szép napot, közbencus, köszönjük szépen a támogatást. Pixel lesz majd megint nyereményjáték is pénzért. Nem tudom, hogy a 48 órás streambe akarunk-e ilyet, majd ezt meglátjuk. Meglátjuk. Biztos, hogy lesz még ilyen, de nem biztos, szerintem hogy akkor. Lesz benne egyébként, csak nem olyan sűrű, mint a múltkor. És nem olyan sok minden. Ja, igen. Nem tudom, gondolkozom rajta, hogy. Csak mert itt kaptunk a közösségből is felajánlásokat. Igen. Mindenképpen. Inkább ilyen 1-2-3-4 nyereményre kéne koncentrálni, ja. 48 óra alatt, igen. De azok legyenek nagyok. Ja, azok nagyok. Ja. Úgy kéne szerintem, az lenne a legjobb. Reality,
Amúgy fura kérdés, ilyenkor, amikor egy régi játékhoz nyúltak, például egy Age of Empires 2, akkor ezt így megveszitek gyorsba, vagy jar? Jar? Az mi az a jar? Nem tudom, de megveszik gyorsba, igen. Megveszik gyorsba, igen. De mi az a jar? Nem tudom. Ez valami új kifejezés, basszus, amit nem ismerünk. Vagy, de azon gondolkozom, hogy lehet, hogy félregépet, csak nem tudom, mit. Jar. Jár? Jar. Mármint, hogy jár? Lehet, hogy jár nekünk? Kar. De mit írhatunk? Ha járra gondolsz, nem jár nekünk. Jár. Mirdin, jó ötlet. Köszi. Nem jár, ilyesmi nem. Ja, hogy pont jár. Én nem. Szerintem jár, arra gondolom, hogy nektek jár. Igen, nekünk nem jár. Meg kell venni. Jar az kalóz. Jár, tudod? Jár. Ja, értem, ja. Nem lesz szavazás, Dolphy King. Mi választunk játékot? Ja, hogy jár, hogy kalóz tudsz. Igen. Oké! Okay. Nem, okay. Megveszünk. Oké, okay, megveszünk. No. Ott van, amivel retroba játszottunk, igen, a retro hónapban. A Day of the Tentacle is ott van Steamen, a Commandosti Steamre vettük meg, a Mega Man az ugye a Nintendo-n van rajta. Mivel játszottam én? Half-Life 1 szintén Steamen van meg. Jó, Ray. Nem is volt más. Nem nagyon. A Commandos az elég elvitte az időt, igen. Yes, man. Nem nagyon volt más. Mindegy, ja, mind megvan. Pokoli szomszédok. Igen. Jaj, tényleg. Az is megvan. Mind a kettő. Srácok, nem most fog eldönni, hogy mi lesz. Gratulok a filmi, az nagyon szép munka, elég komoly teljesítmény, elég 4 év alatt. Kíváncsi várom, hogy felemelnék a csatornán, Pesgőbontas live végére. Köszönjük, Villa. Köszönjük, Villa. Köszönjük szépen. Na, srácok, le fogunk lépni, mert meg kell csinálni a vlogot. Egyszerűen a vlogot, így van. És a többi, és a többi. Köszönjük szépen, hogy ennyien itt voltatok. Nagyon köszönjük a sok támogatást, srácok. Meg, hogy mindig mellettünk vagytok, ez nagyon fontos. Tényleg nagyon szépen köszönjük. Meglátjuk, köszi. Még mit hoz a jövő, de ez a 48 órás live biztos, hogy baszó lesz. És biztos, hogy lesz áramszünet. Áramszünet? Uh-huh. Aja, azt hiszem 100%. De megoldjuk. Megoldjuk. Beszélünk előre velük, hogy a kurva. Nem mondok semmit. Nagyon köszi még egyszer, srácok. Kettőkor találkozunk és de surge-ezni fogunk, vagyis beszélgetni fogunk, miközben surge-ezek. Szerintem.